A Karolina Kórház rendelő intézetben is átalakult a munka a veszélyhelyzet idején. A koronavírus járvány miatt látogatási tilalmat vezettek be. Átszervezték az ellátási rendet, és megjelentek a kórházparancsnokok is. Dr. Bertalan István kórházigazgató szerint időben meghozták a legfontosabb intézkedéseket, ezáltal felkészültek a járvány berobbanására. Első körben a Vízpart utcai különálló épületünkben a rehabilitációs osztályt ürítettük ki, hogyha mégis jön olyan beteg, akkor oda fogjuk őket elrakni, amennyiben nem tudjuk nyilván tovább küldeni, akkor megszerveztük ott egy külön nővérgárdával, külön mindent kiépítettünk a zsiliprendszerhez, föltöltöttük a raktárakat védőfelszerelésekkel, fertőtlenítőszerekkel, és mondom olyan falakat, ideiglenes falakat húztunk fel, amelyben biztosítjuk azt, hogy a zsilipelés megfelelő legyen. Emellett pihenőt is kialakítottak a dolgozóknak, hogyha koronavírusos beteget kellene ellátniuk, 3 óránként válthassák egymást. A következő lépésben elkezdték kiépíteni a másik épületben, a krónikus osztályon azt a kapacitást, ahová azokat a betegeket helyezhetik el, akiknek lélegeztetőgépre van szükségük. Az épületben korábban is volt oxigén és vákum, csupán a sűrített levegőhöz kellett fejlesztéseket végezni. Helyi vállalkozók ajánlották fel, hogy elvégzik a munkát. Időközben azonban kiderült, hogy egy teljesen új csővezetékrendszer kell kiépíteni, mely a tervezett 5-6 millió forintos beruházás helyett jóval többe kerül. Amikor kiderült, hogy a végelmény 15 millió lett, akkor hát tényleg azt tudom mondani, hogy hát egyszerűen csak köszönni ezt a nagy lelkű felállást, mert tovább is azt mondták, hogy igen, ha már bevállaltuk, kicsit több lett, mint amire számítottak, de akkor ugyanúgy adják az anyagot, adják az embert, a munkaerőt, mindent. A krónikus osztály így alkalmassá vált arra, hogy akár lélegeztetőgépre szoruló betegeket is ellássanak. Az átszervezések mellett a krónikus betegek ellátását is meg kellett oldani, a nem sürgős kezeléseket, beavatkozásokat elhalasztották. Azt lehet mondani, hogy a vírusjárvány alatt olyan közel 30-35% között mozgott az aktív osztályunknak a betegforgalma. Tehát meg tudtuk azt csinálni, hogy minden olyan beteget, akit korábban el tudtunk látni, és nem volt vírusfertőzött, azokat az akut betegségekkel mindenkit elláttunk. Ami nagy gond még most, hogy továbbra is fenn kell tartani a készültségi fokot, nem véletlenül voltunk itt tömegben maszkban, mert itt viszonylag sokan voltunk, tehát nekünk az intézményben továbbra is be kell tartani a beléptetőpontokat, ugyanúgy szűrni kell minden beérkezőt, a látogatókat, mindenkit. Továbbra is kötelező a maszk viselése és a kézfertőtlenítés mindenkinek, aki a kórházba megy. Emellett egy rövid, az egészségügyi állapotra vonatkozó kérdőívet is kitöltetnek a beérkezőkkel. A szigorú szabályok betartásával azonban már lehet betegeket látogatni, a meghatározott időben egy beteghez maximum 2-en jöhetnek. Itt a beléptetőpontnál minden nap frissítjük, hogy az aktuális osztályokon kik vannak, és tudjuk, hogy a 12-esen fekszik a Kovács bácsi, akkor jön a Kovács bácsihoz, igen, akkor beírjuk, hogy megérkezett a hozzátartozója, amíg le nem jön, addig a következő nem jöhet be, és nem lehet azt megengedni, hogy a kórterembe is mondjuk a látogatók hát ne tudják betartani a szükséges távolságokat egymástól. Július 2-ától újraindultak a szakrendelések is. Az időpontokról azonban telefonon vagy a kórház honlapján tájékozódhatnak a betegek. A kórház igazgató arra kér mindenkit, aki szakrendelésre érkezik, hogy kérjen időpontot, és maximum 5-10 perccel korábban érkezzen, hiszen továbbra is az a cél, hogy ne legyen tömeg a kórházban.